A nyár kezdetét jelzi, hogy ismét elérkezett a Streetball Fesztivál a Népligetbe, hogy egy egész napon keresztül 100-nál is több csapatot csábítson a palánkok alá. A 25. jubileumi eseményen a gyerekek a versenyen kívül akrobatikus gimnasztika bemutatót, vagy épp látványos kosár bemutatót is megcsodálhattak, de akár élvezettel gurulhattak a buborék foci jelmezeiben is. Az esemény ötletgazdájával Kucsera Józseffel a kezdetekről és a sportág lehetséges magyar jövőjéről beszélgettünk. 25 évvel ezelőtt, amikor még itt csak próbálkoztunk, akkor nem gondoltuk azt, hogy ebből előbb-utóbb olimpiai sportág lesz. Azt kell tudni mindenkinek, hogy ez Tokióba már olimpiai sportágként fog szerepelni. Természetesen nem az, amit a hátam mögött lehet látni, hogy a gyerekek játszanak. Ennek a profi változata, de arra nagyon nagy esély van, hogy akár innen, Kőbányáról is előbb-utóbb a gyerekek beérnek, és olyan szintre kerülhetnek, hogy akár melyik olimpián, akár már Los Angelesben ott lehetnek. Amit tudni kell, 16 kategóriába és egy vegyes kategóriába lehet nevezni. Egyébként még, miután ez az első esemény, 9 helyszínünk van, 2 hét múlva Veszprémbe. Valaki szeretné ezeket az eseményeket látogatni, részt venni, játszani, annak föl kell menni a streetballnet.hu-ra, és látja a versenynaptárt, illetve a Kosárlabda Szövetségnek a honlapján is megtalálható. Aki viszont itt Kőbányán csak kilátogatott és szeretne kosarazni, azoknak javaslom, hogy a Kőbányai Darazsak nevű csapatot keressék meg, ott nagyon nagy utánpótlás képzés van, és biztos szívesen látják. Úgyhogy én bízom benne, hogy utána most jó időnk is van, hogy mindenki egy kellemes élménnyel lesz gazdagabb. Miben különbözik a streetball a kosárlabdától? A streetball önmagában kosárlabda, tehát nagyon nem lenne jó, ha különbözne, ami szabályaiban azt jelenti, hogy 3-3 ellen játszanak és fél pályára. Kezdetekben még ezt játékvezető nélkül, úgymond bemondásra csináltuk, abszolút a fair play-re épül. Most már vannak játékvezetők, mert néha vannak olyan konfliktusos helyzetek, amit nem tudnak a játékosok maguk megoldani, de nem igazán szeretnénk, ha játékvezetők döntenék el a mérkőzéseket, hanem a játéktudás. Amit tudni kell egy tömegsportrendezvényen, hogy nincsenek extra díjak itt a játék öröméért, úgy, hogy egy futóversenyen a saját örömére fut a résztvevő. Itt, amiben ez különbözik, hogy ez egy csapatsportág, itt a csapat szellem és az egymásért való küzdés domborodik ki, de a különbség az, ami exakt az, hogy félpálya és 3-3 ellen játszanak, van egy csere, és rövidebbek a játékok, tehát 20 perces játékokat játszanak. Azért lett a streetball szerelem önnél például pont a fair play miatt, vagy mi volt az oka? Hát amikor ezt mi elhatároztuk, hogy csináljuk az elsőt, az most már 27 éve volt, a Budapesten, a Városligetben, akkor egyszerűen csak azzal, hogy én kosárlabdáztam, és megláttam egy német újságba, hogy utcán játsszák ezt. Én tudtam, sőt voltam többször Amerikában, ahol ugye az egy alapvető grund játszótéri sport a kosárlabda. Ott szinte minden játszótéren van, de ilyen versenyszerűen akkor láttam meg először. És a akkori támogatónk, az Adidas ebben messzélességgel beleszállt, és rögtön az első eseményen már 30 palánkkal a Városligetbe ezt létrehoztuk. A fair play és az, hogy ez tömegsport, az valóban egy vonzó történet. Azt kell megtanítani a játékosokkal, hogy ez nem vérre megy, hanem a játékot szeressék. Ön, mint olyan ember, aki belelát nyilván a magyar kosárlabda helyzetébe, hol helyezkedik el az ország mondjuk a kosárlabda szcénán? Tokióban például mennyi esélyünk lehet ebben a sportágban? Meglepő, amit mondok, de a női szakágban nagyon komoly eredmények vannak. Ezt a Nemzetközi Szövetség egy táblázatba gyűjti, és ez alapján fogja majd a lehetőséget megadni országoknak, hogy részt vegyenek. Miután az első olimpia, ezért úgynevezett zöld kártyával nagyon sok országot, sokat, hát relatíve sokat meghívnak, de ahhoz jó eredményeket kell elérni nemzetközi eseményeken. A nők
már voltak nálunk Európa-bajnokok, világbajnoki helyezettek, tehát nagyon nagy szanszuk van, hogy kijussanak. Még nagyon sokat kell tenni érte, ugye egy évig járni kell a világot, és a valamennyi versenyen valamilyen helyezést elérni. A fiúknál ez még nehezebb, a fiúknál sokkal nagyobb a verseny, sokkal több országgal kell megküzdeni. Ott most nincsenek esélyeink, de bízunk benne, hogy a következő vagy az utána lévő olimpiára. Ennek az a szépsége, hogy nem kell 12 játékost összeszervezni, versenyeztetni, hanem csak 4-et. És az, hogy megtaláljunk 4 nagyon jó streetballos, illetve 3-3 játékost, annak nagyobb a szansza, mint a 12-nek, és olcsóbb. Látom, hogy nagyon sok kisgyereket vonz ez a rendezvény. Általában véve mennyi gyerek az, aki komolyabban is érdeklődik ezután a sportág után? Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma. Egyáltalán most az utóbbi években a sporthoz való hozzáállása a családoknak már más. Nagyon sok gyerek kipróbálja a kosárlabdát. Amiben mi tudunk ebbe beszállni, hogy van egy nevezési díj, ami a kisgyerekeknek nem kell megfizetni. Tehát azt szeretnénk, hogy minél több kisgyerek ismerkedjen meg ezzel a játékkal, tehát a mögöttem lévő gyerekek teljesen ingyen vesznek részt, és kapják a felszerelést, játékvezetést, egyebeket. Bízunk abban, hogy megszeretik annyira a sportágat, hogy jövőre és az utána való évben már önként gyúzzák a szülőket, hogy jönnének streetballozni. Látom, hogy azért nem csak a streetballról szól ez a mai nap, hanem táncos és mindenféle bemutatók is követik egymást ott a színpad előtt. Mi a mai napnak a forgatókönyve a továbbiakra? Hát alapvetően ez a játék, amikor annak idején elkezdtük, akkor ugye Németországot említettem, hogy volt a minta. Ez egy ilyen városi sport, jamboree-ra épül, gyakorlatilag koncertek és egyéb sportrendezvények is övezték ezt a versenyt. Nálunk is már számtalan esetben volt. Kőbánya ebbe élen jár, itt gyakorlatilag egész nap folyamán a centerpálya egyik oldalán különböző sportbemutatók vannak. Mi azt is preferáljuk, hogyha a többi sportág be tud mutatkozni, úgyhogy itt a nem sportágválasztó szinten, de gyerekek egy csomó sportágat megismernek. Ami még a programhoz van, most fog lassan következni a Face Team, az egy akrobatikus show elemekre épülő, most már nagyon komoly erőt képviselő társaság, úgyhogy ezt érdemes mindenkinek megnézni. Az már a világ minden részén megcsodálták őket. És hát továbbiakban is lesznek még olyan fellépők, akik válogatott kosarasok, egyébek, akik meg fognak itt nyilvánulni. Boros Zoltán 88-szoros válogatott magyar kosárlabdázó nagy lehetőségeket lát a streetballban, ami szerinte adott esetben sokkal megerőltetőbb, mint a sima kosárlabda. Sokkal intenzívebb, úgy gondolom, ha úgy játsszák komoly szinten ezt a játékot, mert gyakorlatilag azonnal szerepcsere van, támadó, védő szerepcsere, és ez nagyon jó dolog, ez fejleszti az ötötre a játékosokat is, tehát mindenképpen egy nagyon jó válfaja, és ugye mindenki tudja ezt játszani, nem kell hozzá leigazolt versenyzőnek lenni, a nyílt versenyeken bárki összeáll és elindulhat. Említette a magasabb szinteket. Milyen esélyekkel indulunk mondjuk Tokióba jövőre egy ilyen sportágban? Hát nagyon jó lenne, hogyha valamelyik csapatunk kijutna az olimpiára, ez tényleg ez egy álom, de viszont nem elérhetetlen, én úgy gondolom. Főleg a hölgyeknél, ugye, akik néhány éve még Európa-bajnokok is lettek, tehát, de hatalmasan nagy a harc van. Tehát egyre jobban ismerik fel az egész világ, hogy ebben mekkora lehetőség van, és így, hogy tokiói sportág lett, vagy az olimpián sportág lett, így még többen játszák, még több ország kapcsolódik be, mert lehet, hogy 3-4-5 ilyen jellegű kosárlabdást lehet találni, nem kell 12 játékos hozzá, viszont elég nehéz a kvalifikációs rendszer, de úgy gondolom, hogy több lehetőség is van eljutni Tokióba. Hát ha a lányok, vagy éppen a fiúcsapat el tud jutni oda, nagyon nagy öröm lenne. Mit ért az alatt, hogy nehéz a kvalifikációs rendszer? Az, hogy hát így röviden van egy ilyen úgynevezett pontgyűjtő rendszere az egész szakágnak, ennek a 3x3 kosárlabdának, aminek a lényege az, hogy az egész világon mindenki, bárki elindul valamilyen versenyen, gyűjti saját magának egyéni rangsoron, de az országának is gyűjti a pontokat, és ugye ha minél jobb eredménnyel, annál több pontot szerez, egy kicsit lehet hasonlítani a teniszbe, az ATP tenisz ranglistához, de
még azért is pontokat kapnak az országok, hogyha a rendezvényt csinálnak, tehát ha egy komoly tornát rendeznek, azért is meg van határozva, hogy milyen jellegű tornáknak milyen szintű pontokat lehet kapni, tehát nagyon nagy jó rendszer, nagyon jó ki van találva, és ugye az elsők automatikusan kijutnak Tokióra. Sajnos csak 8-8 férfi női csapat juthat ki, ezáltal a 7, aki ezt megnyeri, az kijut. Utána van még a japán hazai rendező, aki kín van, tehát valójában utána még 6 hely van, amire van még kétfajta kvalifikáció, ahogy el lehet jutni, de meg kell próbálni bármelyiket. Tehát volt, hogy mi voltunk ebbe a világranglista vezetők, ebbe a pontrendszerbe, hát ha most is sikerül, de ha nem, akkor meg lehet a kvalifikációs rendszereken keresztül még kijutni. Azt hallottam, hogy mostan készül egy kis bemutatóval, mit láthatunk majd? Hát semmi különöset, azt az ukázt kaptam, hogy itt a gyerekekkel büntetődobó versenyt rendezünk, vagy rendeznek, és akkor én versenyzek a büntetődobásban a gyerekekkel. A Streetball Challenge ezek után az ország számos pontján folytatódik majd, de a kőbányai nyitán is mutatja, a 10. kerületben bizony szárnyal a kosár élet.